Szeretettel köszöntöm a Szívdobbanás, a magyar nyelvű műsor nézőit. A Régi Szövetség, vagyis Ószövetség 6. könyvénél időzünk. Ez a Józsué könyve. A mai műsorunk ige hirdetésének témája innen a Józsué könyvéből származik. Az Isten szavát Kisjuhász Vilmos, a Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora hirdeti számunkra. Egy jó szó sokat segít. Éppen ezért engedjék meg, hogy 4 rövid bevezető gondolattal szolgálhassak. Krisztus azt ígérte a tanítványainak, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Ezt az ígéretet jól példázza a Józsué könyve, hogy milyen az élet az ígéret földjén. Ez az élet hitben fogadható el. Az egész föld Isten ajándéka volt Izrael számára. Mégis minden törzsnek a maga részét saját magának kellett birtokba vennie. Éppen így mi is, aki Krisztusban hiszünk, a Krisztus megváltásának teljességét csak olyan mértékben éljük át, amennyire hittel magunkévá tesszük azt. A bőséges élet a hit harca. A Jordánon való átkelés után el kellett foglalni Jerikó városát, jól lehet, a győzelmet alapvetően már kivívták. Éppen így Isten az ő szent fiában biztosította a győzelmünk, és a mi részünk benne az, hogy ezt elhiggyük. És a bűn elleni harcban erről jelesen vizsgázzunk. A bűn nem más, mint céltévesztés, vétek, a test gonosz kívánsága, a világgal való kérkedés. A bőséges élet nem kísértés nélküli élet, itt gondoljunk Ákánra, de olyan élet, amiben korlátlan győzelmi lehetőségeink vannak. A bőséges élet olyan élet, amiben semmiféle bűnt nem lehet megtűrni. Izrael világos parancsot kapott, hogy űzze ki, semmisítse meg Kánaán lakóit, ne csupán hódítsa meg őket. Jelenlétüket megtűrni annyit jelentett, mint Istennel szembe helyezkedni, sőt saját maguknak nehézségek roppant tömegét előidézni. Ilyen gondolatok mellett kívánunk áldott időtöltést minden kedves nézőnknek.
Józsué könyvének első fejezetéből az első rész 10-es versével kezdve olvasom Istennek igéjét. A 10. igeverstől egészen a rész végéig a 18-ig olvasok Istennek igéjét ezen az estén. Józsué könyvéből tehát annak első részéből a 10. verstől így hangzik Isten ígéje. Parancsola azért Józsué a nép előjáróinak, mondván: menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek, mondván: készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek, és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ád néktek birtokul. A Ruben és Gád nemzetségének pedig, és a Manasi nemzetség felének szól a Józsué, mondván: emlékezzetek meg a dolgokról, amit parancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája, mondván: az Úr, a ti Istenetek megnyugtatott titeket, és néktek adta ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak e földön, amelyet adott néktek Mózes a Jordánon túl, ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátok fiai előtt, mindnyájan, akik közületek erős vitézek, és segéljétek meg őket, amíg megnyugosztja az Úr a ti atyátok fiait is, amint titeket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr a ti Istenetek ád néktek. Akkor aztán térjetek vissza a ti örökségetek földére, és bírjátok azt, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl, napkelet felől. Azok pedig felelének Józsuénak, mondván: mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nékünk, és ahova küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd te rád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel. Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre, mindabban, amit parancsolsz neki, megölettessék. Csak bátor légy, és erős. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki Isten igéjét hallgatja ezen az estén, és örvendünk annak, hogy Isten kegyelméből minden hallgató, minden tévénéző megismerheti az ígét, megtapasztalhatja Isten munkáját az életében, és nem utolsó sorban a Krisztusban kapott kegyelem által járhatunk a keskeny úton, járhatunk az ő nyomdokán, járhatunk azon az úton, amely a mennybe visz. Áldott legyen ezért a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak neve. Ma este, amikor Józsué könyvének első részéből az utolsó 8 igeverset olvastuk, melyek ritkán vannak felolvasva, inkább az első 9-et olvassák, ami az Úrnak a bátorítása, Istennek a kijelentése Józsué felé, ezeket az ígéket úgy ritkában szoktuk olvasni, de nagyon fontosak, és ma este 3 gondolatot fogunk megvizsgálni. Elsősorban azt, hogy miként vezet bennünket az Úr.
Másodszorban, mi a célja Istennek azáltal, hogy velünk kapcsolatot tart, irányít, vezet, formál, készít, mi célból? Majd harmadsorban azt is megtekintjük, hogy emberi faktorként mi az, amely szükséges, hogy az Úr el tudja érni bennünk a célját, és hogy vezethetők legyünk. Mert meg fogjuk látni, hogy az Úr akarata megvan, célja megvan, az ereje, a hatalma megvan, de a mi engedelmességünkre, a mi hozzáállásunkra nem azt mondom, hogy szüksége van az Úrnak, de anélkül senkit nem erőltet az Úr, ha saját jó szántamból, odaszánásból nem vagyok kész vele járni, és nem vagyok kész az ő útját követni, az ő céljait magaménak vallani. Ma reggel láttam azt, hogy szülőként hányszor nem kellőképpen irányítjuk és vezetjük a mi gyermekeinket. Hazafele jövet, láttam egy fiatalasszonyt, aki a kicsi 3-3,5 éves csöpségét vitte óvodába. Valószínű, hogy nemrég kaphatta a kisfiú azt a szappanbuborékos játékot, amivel a szép gömböket lehet fújni, és azt akarta, hogy vigyék magukkal az óvodába. És mind bátorította az édesanyját, hogy fújjon neki gömböket, ott a járdán. Ilyen szép buborékokat. És az édesanyja fújta, de ahogy előre akartak menni, hát a gyermek mindig egy-két lépésre le volt maradva, kicsiket tudott lépni, és akkor az édesanyja, hogy felé fordulva fújta, és azok a buborékok hátrafele mentek. És egy kicsi szél is fújt, és még 2-3 méter sodródtak a buborékok. És figyeltem, ahogy az édesanyja mondja a kisfiúnak, hogy hát is soha nem érünk az óvodába, te mindig hátrafele mész. Természetesen a kisfiú futott a buborékok után. Miután kétszer láttam, hogy megismétlődik a jelenet, halkan odaszóltam, és azt mondtam, hogy tessék előre fújni. Abba az irányba. Most meglátja, hogy a gyermek szaladni fog maga előtt. Rám nézett mosolygott, és ahogy megfújta, először a gyermek rögtön irány előre futott, hogy mondom, csak tessék fújni bátran, meglátják, hamar odaérnek az óvodához. Kedves testvéreim, sokszor a legjobb indulat mellett is ilyen gyarló az emberi természetünk, hogy nem látjuk át a dolgokat, és hátramozdítók vagyunk. Az Úr vezetni akar bennünket, irányítani. És így halljuk, parancsol azért Józsui a népnek, azoknak előjáróinak mondván. Józsui csak azt parancsolta, amit neki is parancsolt az Úr. Hogyan vezet bennünket? Isten. Ő nem variánsokat ad, variációkat. Ő nem azt mondja, hogy hát én elmondom, de az csupán egy lehetőség. Aztán még te is meggondolod, még megkérdezel másokat, még utána nézel, még olvasol innen, onnan, még nézel egy kis emberi bölcseletet, még belekukintasz a tudományba. Nem. Isten azt mondja Józsuénak, nem megparancsoltam én néked, mondja a 9. vers. És ezt nagyon komolyan veszi Józsué, hogy ő teokráciában él, és az Isten szava számára parancs. Nem egy lehetőség, nem egy olyan érv, hogy na mondjuk ezek kicsit nyomalatba többet, még nem is egy bölcs tanács, parancs. És kedves testvéreim, az Úr vezetése
Akkor lesz valóság az életünkben, amikor így állok hozzá az Úr szavához, az ígéhez. És úgy állok hozzá a testélet ígéhez, Jézus Krisztushoz, hogy az nem egy variáns, nem egy lehetőség, hanem az egyetlen, az igaz, az Isten által kimondott egyetlen működő út. Mi nem valljuk azt, hogy minden ösvény fel a hegytetőre visz, mindegy, hogy miben hiszel. Mert csak oda jutsz végül fel. Nem valljuk. Valljuk, hogy egyedül Jézus Krisztusban, egyedül a mi Istenünk által lehetünk. Mi a mennyországnak örökösei. Nincsen üdvösség senki másban. Parancs. Az Isten ígéje számunkra. Nem egy opció. Engem nagyon sokszor megtévesztett a sátán. És úgy gondoltam, hogy ezt nem már megmondani így, ezt ne vállalt fel így, egy kicsit finomíts rajta. Pedig Isten ígéje megáll. És én nem kell se finomítsak rajta, nem kell se hozzátegyek, hanem elfogadjam, és legyek kész továbbadni. És figyeljétek meg, testvéreim, azt az egységet, ahogy folyik az Isten szava, ahogy át van adva, mint egy stafétabot a versenyzők között, Isten szól Józsuénak. Aztán azt olvassuk, hogy Józsué szól a nép előjáróinak. Az előjárók mennek tovább a maguk törzséhez, és mondják tovább a nemzetségeknek és majd a családoknak. És így alakul ki az az emberlánc, ahogy Isten vezeti az ő népét. Úgy képzelem el, mint a kontaktoknak a sorát, ahogy sorra bekapcsolnak. Mindegyik a maga helyén. És nem kellett bekapcsoljon a harmadik vagy a negyedik rend, például a családfőknek. Nem kellett addig szólni, amíg Isten nem szólt Józsuéhoz. Míg nem mondta el Józsué a nép előjáróinak. Míg ez nem volt megosztva a törzsi vezetőkkel. Figyeljétek meg, hogy Józsué se szólt önmagától semmit. Addig, amíg az Úr nem szólt hozzá. De nem arról van szó, nehogy valaki azt gondolja, hogy itt bizonyos létrafokokról, csoportokról, netán alárendeltségről lenne szó csupán. Itt nem szolgaságról van szó, hanem az egységnek azon gyönyörű szimbiózisáról, működéséről, hogy mindenki a maga helyén. És kedves testvéreim, a gyülekezetért, amikor imádkozik az Úr Jézus, amikor könyörög azért, hogy az ő népe, akiért ő meghal, akik Isten népének vannak nevezve ezen a világon. Azt olvassuk, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékig adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi, atyám, egy vagyunk. János 17:22. És a 23. versben folytatja, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem is szerettél. Arról szólít a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy azt a dicsőséget, amely nincs meg a pártrendszerben, nincs meg az uniókban, legyen az Amerikai Egyesült Államok Uniója, vagy legyen az Európai Unió, amely nincs meg egy város vezetőségében sem. Az a dicsőség, hogy egyek. Kedves testvéreim, az Úr nem úgy akar vezetni bennünket, hogy lobbizunk. És kikit győz le? Kik vannak többen? Nem arról szól, hogy ki az erősebb, ki tudja hallatni a szavát jobban. Nem arról szól, hogy kinek a nemzetsége, a rokonai, rámenősebbek, és tartják hátulról, és támogatják. Nem.
arról a dicsőségről van szó, hogy egyek lenni. Krisztusban. Csak az a közösség tapasztalja meg az Úr vezetését, amely kész hallgatni az Úrra, kicsintől nagyig, és akinek az a fontos, hogy a magam helyén tovább adjam és cselekedjem az Úr szavát, az én Istenemnek akaratát, aki nem azért harcol, hogy ő legyen a nagy, hanem nyilvánvaló az életében, hogy ő Krisztusért él. Azt mondja Jézus, ezt a dicsőséget nekik adta, hogy te érted éljenek. És azért imádkozik, hogy tökéletesen egyé legyenek. Nagyon sokszor meggyengül az áram, aztán melegedik a rendszer, amikor a kontaktok nincsenek kellőképpen megszorítva, az érintkezés nem jó, nem tökéletes, nagyon sokszor melegedés, sülés, oxidáció, nem egyszer égés lesz a vége. És kedves testvéreim, ha nem az Úrra figyelünk, ilyen könnyen a kommunikáció közöttünk megromlik. Olyan könnyen felhevülünk mi is, de nem az Úrért, hanem a magunk meglátásáért. És nem a sátán ellen, az ő munkája ellen harcolunk, hanem a másik személy ellen. És azt látom itt, hogy megengedte az Úr, hogy lássa, hogy működik-e az egység, és az Úr vezetése kialakul-e. És kedves testvéreim, működött. Azt mondta el Józsué, amit az első résznek, az első verseiben az Úr neki parancsolt, így olvassuk, mindazt, amit az lábatok érint, nektek adtam. Átkeltek ezen a Jordánon, nektek adtam. Menjetek át és bírjátok azt. Így mondja ezt a Józsué, készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy mennyire gondoskodó az Úr. Készítsetek útravalót. És itt szó van fizikai eleségről, mert Básán és Szihon királyát győzték le ezelőtt, és arról olvasunk, hogy rengeteg állatot zsákmányoltak. A Mózes 4. könyvében azt olvassuk, hogy 36 ezer ökör, és több mint 300 ezer jó. És olvashatjuk tovább, hogy mennyi állatot zsákmányoltak, és azt mondja Józsué, készítsetek útravalót. Ne kell ott kapkodni. És bemegyünk. Bemegyünk arra a földre. Ott volt előttük egy megáradt Jordán. De Józsué azt mondja, három nap múlva, harmadnap, bemegyünk. Nem azt mondta, hogy majd valamikor hónapok, hetek eltelnek, mikor majd alkalmas lesz az idő. Nagyon konkrétan mondja az Úr szerint, harmadnap bementek. Azt is elmondja, hogy nem egy kirándulás lesz. Nem megjárjuk magunkat, hogy a kémek megjárták ezelőtt 40 évvel magukat az Eskol völgyeig fel, hanem bementek, és a tietek lesz. Ott meghonosodtok. Azt bírni fogjátok. A tulajdonotokká lesz. Ilyen az Úr vezetése. Ennyire konkrét. Napra kész. És annyira tisztán és világosan elmondja, hogy nem kirándulás, nem látnivaló lesz csupán, hanem bírnivaló. És kedves testvéreim, olyan sokat jelent ez számomra ez a szó, hogy az Úr vezetése.
bírnivalót kér az életembe. Az ő ereje által, hogy bírjam azt a földet. Arról is olvasunk itt, így olvassuk, átmentek ti ezen a Jordánon. És itt szeretnék utalni arra, hogy a zsidókhoz írt levél 11. részében arról olvasunk, hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettettek a 29. vers a 11. részből. Az Úr vezetése most ismét hasonló módon vezeti őket. És Isten ketté választja majd a Jordánt. És azt olvassuk, hogy Gád, Manassé és Ruben nemzetségei azt mondják, csak legyen veled az Úr, hogy vele volt Mózessel. És bár a zsidókhoz írt levél 11. részében Józsuénál nincs ez leírva, de épp úgy, hogy a veres tengeren átkeltek száraz lábbal, mint egy száraz földön, ugyanúgy vele volt az Úr Józsuéval. Miért? Mert kedves testvéreim, az Úr vezetésénél az Úr maga a garancia, aki nem változik. Aki tegnap és ma, és aki mindörökké ugyanaz. És aki nem a múltnak az Istene, hanem a múlt csodáit épp úgy meg tudja eleveníteni, és valamennyünk életébe valóságát tudja tenni ma. És nem csupán ezelőtt 40 évvel, a Mózes idejében tudtak átmenni száraz lábbal a veres tengeren, hanem most, 40 év múltán, száraz lábbal mehettek át. Mert Isten akarata, ereje, hatalma nem változott. És neki mindegy, hogy megárat Jordán, vagy veres tenger. Neki mindegy, hogy kananeusok, vagy egyiptombeliek. Senki nem állhat ellen az Úrnak. És figyeljétek meg, testvéreim, a tervnek, az Úr vezetésének az általános részét, hogy ti mindnyájan menjetek át. Aztán van az Úrnak egy személyre szabott terve és vezetése is. Arról olvasunk, Ruben és Gád nemzetségei, és Manassé fél nemzetsége úgy menjenek át, hogy ők mennek előr. Arról olvasunk, emlékezzetek meg arról a dologról, amit parancsolt néktek Mózes, mondja a 13. versben Józsué ennek a két és fél nemzetségnek. Emlékezzetek meg! Kedves testvérek, Mózes 4. könyvének a 32. részében van ez leírva, amikor Básán és Óg királyait, Szihont leverték, azt olvassuk, hogy Gád és Ruben nemzetségei oda mentek, és azt kérték Mózestől, hogy mi maradjunk itt a Jordánon, keletre. A Jordántól keletre. Itt nagyon jó, neki nagyon sok állatunk van, mi maradhassunk itt. És akkor felháborodik Mózes. És azt mondja, hogy ti miért akarjátok elidegeníteni az Izrael népét attól a vezetéstől, amit mi kaptunk az Úrtól? Ti nem emlékeztek arra, hogy a 12 kémből 10 hogy idegenítette el a népnek a szívét, hogy azt nem lehet? Miért beszéltek arról, hogy itt maradjatok? Imé feltámadtatok a ti atyátok fiai helyett, itt a kémekre utal, és bűnös embernek maradékai vagytok, hogy az Úr haragjának tüzét még öregbítsétek Izrael ellen, hogy elidegenítsétek az Izrael fiainak szívét, hogy be ne menjenek arra a földre, amelyet ád nékik az Úr. El lehet idegeníteni.
El lehet vezetni. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy a legjobbnak miért a jó az ellensége. Azért, mert Mózes tisztán látta, hogyha ez a két nemzetség, két és fél nemzetség itt marad, könnyen megtörténhet, hogy a nép többi része is azt mondja, ó, ne menjünk be oda. Ott kananeusok vannak, ott óriások vannak. Jó nekünk ez a föld is. És megesketi őket. És azt mondja, hogy itt hagyjátok feleségeiteket, itt hagyjátok juhaitokat, barmaitokat, és ti a fegyverfoghatók, ti fogtok menni elől. És most erre emlékezteti őket Isten, az ő szolgáján Józsuén keresztül. Emlékezzetek az Úr vezetésére. A testre szabott vezetésre. A személyre szabott. A personalizált vezetésre, amely pont erre az időre szól. Emlékezzetek rá, hogy ti elő kell menjetek, fegyvert fogva a kézbe és harcolva. És kedves testvéreim, nem elég csak az általános vezetést tudni, hogy ma is olvasok az ígéből, ma is imádkozok, ma is valamilyen módon dicsérem az Urat. Nagyon fontos, hogy tudjam, hogy hol van most éppen ma a helyem. Mit kell tegyek? Az Úr vezetésében nagyon fontos, hogy tudjam, hogy mi az én részem. És ezt látjuk itt pontosan elmondva ennek a két és fél nemzetségnek. És csodálom, hogy Manassé fél nemzetsége Márkír vezetésével azért voltak oda téve, mert ők olyan engedelmesebb szívűek voltak. És a két teljes nemzetség mellé, a rubeniták és a gáditák mellé, még a Manassé fél nemzetsége is oda kerül, hogy legyen az, aki bátorítja. És kedves testvéreim, olyan fontos, hogy Istennek az eszköze legyek minden nap. Aki elől megyek, aki hadakozok, aki a helyemen állok. De mi volt a célja az Úrnak ezzel? Arról olvasunk, hogy nyugodalmat adjon a népnek. Mert így olvassuk, úgy, ahogy ti nyugodalmat találtatok, ugyanúgy mondja a 15. versben Józsué, megnyugosztja az Úr a ti atyátok fiait is. És itt földi nyugalomról van szó, amiért hazánkban a békéért, kegyelemért adjunk hálát. Kedves testvérem, bárki vagy, ha örököltél, ha lakást kaptál, adj érte hálát! Adj érte hálát, hogy egy olyan rendszerben, egy olyan munkaközösségben, olyan szülőktől örököltél, hogy lakásod van. Ha megdolgoztál érte, ha megvásároltad, és ha netán még 15-20-30 évet fog kelleni dolgozni, hogy a tied legyen, kérjük azt az Úrtól, Uram, adj erőt, hogy nyugalommal tudjam ezt tenni. A földi nyugalom sokat számít. A fedél az ember feje felett. Az otthon, a meleg családi fészek. És ennek hadd legyek az éltetője, és hadd légy az alakítója, a munkálója. Úgy, ahogy a fecskepár, ahogy a gólyapár építi a fészkét, és részt vesz abban. Azzal, ami neki van, amit ő tud hozni. Gajakat, a föld porát, a fecske a saját nyájával elegyíti, és ragasztja össze, és megcsinálja gyönyörűen. Olyan kupolásra, hogy nem felfele, lefele is áll a kupola.
éveken keresztül. Mert Isten megtanította, ösztönt adott neki. És hadd legyek ilyen fészekrakó, hadd légyen otthonépítő, hadd legyek hasznos. És az otthoni nyugalomnak legyek a békességnek az ember az építője, mert a jövő mindig a béke emberé, de nem csupán emberi nyugalomról van itt szó. Figyeljétek meg, testvéreim, a zsidókhoz írt levélben arról olvasunk, hogy Józsué nem tudott nyugodalmat adni a népnek. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról. Olvassuk a negyedik résznek a 8. versében. Arról van szó, hogy Isten nem csupán egy kis nyugalmat akar, hogy valahol tudja meghúzni maga, hanem Izrael népével nem csupán egy tejjel mézzel folyó földet akart, hanem mennyei Kánaánt. Ez az Isten célja, hogy az ő országába bemenjünk. És Isten nyugodalma legyen az enyém és a tiéd. Azt is akarja, hogy legyen, ahol meghúzzam magam. Ahol éljek, ahol letegyem a fejemet. Nyugodtan tudjak aludni. De nem a lakástól függ elsősorban nyugodtság, hanem attól, hogy a szívemben nyugalom van-e. Kaptam-e békességet? És a negyedik zsoltár szerint legott, csendben, nyugalomban fekszem le és elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Tudja az Úr, hogy a holnapnak a gondja, a lakásnak a gondja olyan sokszor félelmet hoz a szívemben. De ugyanakkor az is, hogy a bűn, a rossz lelkiismeret, az engedetlenség mennyi nyugtalanságot okoz, mennyi stresszet, mennyi felindultságot. És nyugalomba akar minket vinni, és így folytatja a zsidókhoz írt levél 4. részében. Annak okáért megvan a szombatja, a nyugalma az Isten népének. Krisztusban. És nem egy nap, a 7. nap, és nem egy helyen, csak a lakásában, ahol az történik, amit ő akar, mert ő a házigazda, hanem megvan a nyugalma mindenütt, mindenkor az Isten népének Jézus Krisztusban. Mert életben és halálban, örömben és bánatban Krisztusban vagyok. És nyugalmam van, csendben lehetek, akár vizsgák, akár betegségek, akár sikerek, akár szabadságolásban, akár nehéz munkák között. Mert megvan a szombatja az Úr népének Jézus Krisztusban, ha ő benne vagyunk. És mikor? Szüntelen. Nem egy nap, nem két nap a héten működik ez. Állandóan. És ez az Úr célja ezen a földön már, hogy ezt a nyugalmat érezzem és tapasztaljuk. És hadd legyen valóság Krisztusban az életünk által az, hogy igen, Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet, amit ma vétettem, azt is bocsánatot kértem, elrendeztem, könyörült rajtam, és szabad vagyok. És áldom az ő nevét, hogy a mában élhetek úgy, hogy Jézus Krisztusban örök életem van, rendezett életem van. Nem csupán terve, nem csupán célja, hanem az Úrnak akarata az, hogy mi engedelmeskedjünk. Nem fog megvalósulni az Úr akarata és az Úr célja az életünkben, ha mi ellenállunk. És olyan szép példa van itt előttünk, amikor arról olvasunk, a rubeniták, a gáditák, Manassé félnemzetsége ezt mondta,
amint Mózesre hallgattunk, úgy hallgatunk rád, csak legyen veled az Úr, a te Istened mindenben, amiben vele volt Mózessel. És mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk, ahová küldesz minket, oda megyünk. És mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, nem hallgat a te beszédedre, mindannabban, amit parancsolsz, megölettessék. Figyeljétek meg, testvéreim, azt a négy dolgot, ahogy hozzáállnak ezek az emberek. Mindent, amit mondasz, megcselekszünk. Nem azt mondták, hogy meghallgatjuk. Nem azt mondták, hogy megbeszéljük. Megcselekesszük. És a hívő embernek akkor válik áldása az életében, az Úr vezetése, és akkor lesz valóság. Az Úr célja elért céllá az életemben, amikor nem meghallgatom az ígét, hanem megcselekszem. Hogy az ígének ne csupán hallgatója, hanem megtartója legyek. Úgy, ahogy tudom, igyekszek és törekszek, és egyre inkább Isten lelke fog vezetni, és bátorítani, és erősíteni. De megcselekszem. Másodszorban azt olvassuk, ahová küldesz, oda megyünk. Nem volt számukra kérdés, hogy honnan jön az irányítás. Nem azt mondták, majd mi megkémleljük, aztán ha mi kell előmenjünk, bízzátok ránk, mi majd megválogatjuk az utakat, mi majd eldöntjük, hogy merre menjünk. Nem. Ahová küldesz. Oda megyek. Imádkozok-e így naponta? És benne van a szívemben, az a gondolatomban, ahová küldesz, Uram, oda megyek. Ez a sámueli magatartás, itt az engedelmességnél, amit éli, olyan jól tudott mondani a kicsi Sámuelnek, de élni nem tudott, se ő, sem a fiai, hogy szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Sámuelnek tudta tanítani, de megélni sem ő, sem a fiai nem élték meg, és ez lett a végük. Isten kipusztította, kivágta őket. Pedig őket is be akarta vinni a Kánaánba, a mennyei Kánaánba. Az volt a célja, hogy üdvözüljenek, de mert ellenálltak. Isten nem tudott munkálkodni az életükben, és elestek az úton úgy, ahogy elestek az izraeliták, mind, akik Káleb és Józsué kivételével kijöttek Egyiptomból, és 20 éven felül voltak. Harmadsorban úgy olvassuk, aki ellene szegül, a te szódnak azt megöljük. És ebben benne van az, hogy elhatárolódunk a gonosztól. Aki nem azt teszi, amit az Úr parancsol, azt elkülönítjük és megöljük. Annak nincs része közöttünk. Attól elhatárolódunk. És kedves testvéreim, nekünk nem kell megölni senkit. De elhatárolódni nagyon el kell. És erre tanít is Pál apostol bennünket. Hogy vigyázzunk, hogy kikkel vagyunk közösségbe. És ne hamis atyafiakkal, ne olyanokkal, akik elidegenítenek az Úr akaratától, és semmiképpen nem a világgal, mert a világgal való barátság ellensegítkezés az Istennel. És legyen világos az odaszánásom, hogy a világ nem kell. Követem Jézust. Végül, negyedsorban, azt olvasok, mindabban, amit te parancsolsz. Testvéreim, nem szemelvényekben kell nekünk engedelmeskedni. Nem szakaszosan. A kedves hallgatók közül nagyon jól tudják a háziasszonyok, amikor az elektromos háziképet használják, és meg van szakadva valahol a vezeték, és kikapcsol, bekapcsol a gép, hát nagyon bosszantó tud lenni.
azzal nem lehet dolgozni. De a jelenlevő férfi testvérek is milyen jól tudják, hogy amikor a szűrők, a dűznik el, dugulnak és szaggat a motor, és nem húz, és áll le. Milyen bosszantó. Pedig egy kicsit megy, de utána megint nem megy. Mindabban. Ebben van folyamatosság. Teljes odaszánás. Nem az van, hogy egy kicsit igen, aztán leállok. És gyakran észreveszem, hogy az ördög így támad a lelki életben. Hogy ma odaszántam, időt szakítottam az imádkozásra, az ígére, a cselekvésre, az Úrról való bizonságtételre, aztán úgy megnyugodtam, s na hát, mintha lerendeztem volna a napi vagy a heti porciót, adagot. Nincs ilyen. Folyamatosan. Hadd legyek kész, hogy az Úr azon a helyen, ahova állított a családban, a munkahelyen, a lakókörnyezetben, szüntelen imádkozó embere legyek, szüntelen világító embere legyek, szüntelen sava legyek, sója. Ó, Isten lelkének ez a munkája olyan fontos. És bennem annyiszor hiányzik ez. Ez a hűség, ez a kitartás, ez a 24-ből 24 órás non-stop működő odaszánás. Amikor nem adok helyet a sátánnak, amikor nem magamra nézek, nem a világra nézek, amikor nem fáradok bele a szolgálatba, amikor azon a helyen, ahol vagyok, kész vagyok cselekedni. És hogy az Úrtól volt ezeknek az embereknek az odaszánása, bizonyítja azt, hogy pont azt mondják, amit az Úr mond Józsuénak. Három ízben olvasok az első rész, első 9 versében, légy bátor és erős, mondja az Úr. Egyszer, kétszer, háromszor olvassuk a 6. versben, a 7. versben és a 9. versben. És ezek az emberek azt mondják, amit nekik mondaniuk kell, az Úr szavával egybecseng a szavuk. Így olvasok a 18. versben. Csak légy bátor és erős. És eszembe jut, hogy tetszett a Szentléleknek és nekünk. Mondja az apostolok a vének tanácsa a jeruzsálemi gyűlésen. És kedves testvéreim, ez történik Isten népe között, amikor az Úr vezetésére, az Úr céljaira ráhangolódunk, akkor azt mondjuk, amit az Úr mond. És az Úr ereje a mi erőnk. És ő harcol érettünk. És megtapasztaljuk azt a győzelmet, amit az Úr tud tenni egyedül. Hála ezért a mi Urunknak. Mi olyan sokszor szeretnénk azt, hogy az győzelem, az Úr győzelme a miénk legyen, az ő ereje munkálkodjon bennünk, az ő hatalma látszódjon meg a mi fiainkon és rajtunk. De ott van az, hogy azt mondjam, amit az Úr mond. Legyek az Úrnak szócsöve. Olyan jó lenne, hogy kedves szolgálattevők, férfi testvérek, lelki pásztorok, vezetők, hallanánk ezt sokszor, hogy mindent megteszünk, amit mondasz. De ne felejtsük el, csak legyen veled az Úr, ahogy vele volt Mózesrel. Van elvárás is. És elvárja az a gyermek, az a fiatal, hogy lássa bennem és benned az Úr vezetését. Imádkozzunk, hogy ilyen családapák, családanyák legyünk, szolgálattevők, gyülekezeti vezetők. És nem utolsó sorban, az Úr dicsősége hadd látszódjon meg rajtunk. Ne felejtsétek el, testvéreim,
A Szentlélek munkája az, hogy ráhangol minket teljesen az Úr akaratára. A Szentlélek ereje által jár, és nem a félelem lelkét, hanem az erőnek és a szeretetnek a lelkét véve megtapasztaljuk azt, hogy a mi járásunk az Úrral kegyelemben és győzelemben való járás. Áldjon meg minket az Úr! Világoltassa az ő orcáját mi rajtunk! És tegye az Úr az ő munkáját állandóvá mi bennünk. Amen. Köszönjük figyelmüket, szeretettel visszavárjuk Önöket a jövő héten, ugyanebben az órában, és persze ugyanitt. Legyen Isten áldása életünkön!